Ettől az évtől, akik rendkívüli élethelyzetbe kerülnek, azok az építményadó egy negyedévi részletének elengedésére jogosultak, jelentette be ma Antal István, a lakosságszolgálati iroda vezetője a Városházán. Ez a kedvezmény egy átlagos ingatlan esetében 5-6 ezer forint megtakarítást jelenthet. Ha viszont nagyobb házról van szó, akkor ennek mértéke akár a 25-30 ezer forintot is elérheti. Jelenleg az egyik legnépszerűbb építményadó kedvezmény a városkép javítását szolgáló program. Ennek keretében az érintettek az utcafrontra néző homlokzat felújítását és a járdaépítés költségeit levonhatják az adó mértékéből. De az önerőből végzett energetikai korszerűsítéssel is lehet csökkenteni az építményadót, hogy csak pár példát említsünk. A kedvezmények körét idén tovább bővítette az önkormányzat. Az egy negyedévnyi építményadó megfizetése alól mentesülhetnek azok, ahol egy külföldi munkavállalás miatt a család széthullik, de más rendkívüli élethelyzet is adódhat. Egy idős házaspárnak egyik tagja sajnálatos módon elhalálozik, abban az esetben építményadó egy negyedévét kérhetik, hogy írjuk jóvá, vagy töröljük el, és ez a decemberi negyedév. Illetőleg rendkívüli élethelyzet az, amikor valami természeti csapás következtében 300 000 forintot meghaladó kár keletkezik a házba. Például egy villámcsapás éri a házat, abban az esetben kérhetik, hogy negyedévig ne kelljen adót fizetnie, illetőleg büntetett követnek el a lakásban élők ellen, ebben az esetben is kérhetik. Akik ilyen rendkívüli élethelyzetbe kerülnek, azok az éves építményadó kapcsán az ingatlanok méretétől függően jelentős megtakarítást érhetnek el. Átlagosan el lehet mondani egy átlagos hódmezővásárhelyi ingatlanról, hogy 20-25 ezer forintot fizetnek átlagosan, tehát hogyha ezt az egynegyedévet számítjuk, abban az esetben 5-6 ezer forintot jelenthet ez a megtakarítás. Viszont minél nagyobb egy ingatlan, annál nagyobb mértékű adót kell fizetnie a tulajdonosnak, vagy az adóalanynak. Ebben az esetben akár 25 ezer forintot is, 25-30 ezer forintot is elérheti ez a negyedéves megtakarítás. A kedvezmény igénylésére formanyomtatvány áll a lakosok rendelkezésére, amelyet, ha szeptember 15-ig nyújtanak be, akkor még az idei évben tudják érvényesíteni jogosultságukat. Ellenben, ha a határidő után érkezik meg a kérelem, akkor az egy negyedéves részletfizetés aluli mentesség a következő évben jár.